Már is folytatódik az Európa Válasz című műsor, ráadásul ketten vannak velem szembe. Remélem, hogy nem velem, hanem egymással fognak vitatkozni. Morvai Krisztina, a Jobbik EP listavezetője, és Jávor Benedek, az Együtt PM jelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önök között nem ez az első csörte, én néztem az előzőt. Abban képviselő asszony úgy nyilatkozott, hogy a Magyarország első 10 éve az Európai Unióban egyetlen szóval jellemezhető katasztrofális. Mit lehetne ebből jobban csinálni, vagy mit lehetne másként csinálni, hogyha ez a mérleg? Hát úgy körülbelül mindent, hogyha elvben egyenjogú tagállamai vagyunk az Európai Uniónak, akkor nem lehetne ilyen gyarmatosító-gyarmatosítót viszony közöttünk. Ugye az egy nonsens, hogy az összeszerelő üzemekben a magyar munkások 60 ezer forintért, 80 ezer forintért teljes munkajogi kiszolgáltatottságban, jogfosztottságban dolgoznak, vagy éppen a külföldi élelmiszerláncokban. Tehát semmi köze nincs ennek ahhoz, amit meghirdett az Európai Unió diszkriminációt tilalma, szolidaritás, kohézió és a többi. Egyre inkább... Sok mindent mondott, gyarmatosítókat, meg a 60-80 ezer forintos fizetéseket. Két dolog jut eszembe tehát, hogy ezek a gyarmatosítók az elmúlt 10 évben 8000 milliárd forintot toltak ide. Azt mondom, soha rosszabb gyarmatosítókat. Másrészt tudja, hogy Magyarország 10 legkedveltebb munkahelyéből 7 az külföldi cég ma Magyarországon. Tehát, ha jól emlékszem, összesen biztos, hogy a MOL benne van az első háromba, és talán még hárman vannak, vagy rajta kívül ketten, de hogy nem biztos, hogy a dolgozók úgy élik meg. Tehát örülnek neki, hogy van munkájuk. Legyen igaza, legyen magasabb a bér, csak nem biztos, hogy a külföldiek olyan rossz munkáltatók Magyarországon. Én pedig pont azt tapasztalom, járva az országot, mert hogy én nem makroszámokból indulok ki, hanem emberekkel beszélgetek, ezt tudom, hogy populizmusnak minősül Magyarországon, de én ezt tartom normális dolognak, jogászként is ezt szoktam meg. Az emberek tapasztalatait hallgatom meg, és ezt absztrahálom, ebből csinálok elméletet, és nem pedig fordítva. És az emberekkel beszélgetve azt tapasztalom, hogy nagyon megalázottak, úgy fogalmaznak, hogy lecserélhető tárgyakká váltunk, hiányzik az a bizonyos emberi méltóságérzés, ami szintén az úgynevezett közös európai értékeknek az egyik legfontosabbika. A vidéket járva, a földrablások áldozataival beszélgetek, akik mondják, hogy kétfelől fosztogatják őket, egyrészt ugye a hazai oligarchák, másrészt pedig a külföldiek. Egész megyék vannak külföldi kézen. Ugye miközben itt megy a... Melyik megye van külföldi kézen? Mondjon. Zala például, tehát elmegy az ember Zalába, és a vendéglátói megmutatják neki, hogy nem tudom, hogy hány négyzetkilométer, vagy mekkora földterület van, de közszájon forog, mindenki tudja, hogy ott egy pontos jogászasszony. Zala megye területe emlékeim szerint 3800 négyzetkilométer. Abból mekkora terület van külföldi kézen? A többsége így vagy úgy külföldi kézen van, tehát nem magyar gazdák élnek meg belőle, márpedig az lenne az ideális, hogy a termőföld, ugye ez a mi felfogásunk, hogy a termőföld az nem spekulációtárgya, nem is külföldiek boldogulásának a lehetősége, hanem a helyben élő emberek megélhetésének a forrása, és az egészséges, jó minőségű magyar élelemnek. Egész megyékről beszélt, tehát hogyha 3800-ból mennyi van külföldi kézen? Nem vagyok kézen. Matematikus, meg geográfus se, nem tudom bemérni. Érni, oda megy az ember, és elpanaszolják és az ott látja. Lakók, hogy osztrák kézen van. Ugye a mezőgazdaságot szándékosan tulajdonképpen lezüllesztették, ellehetetlenítették, ide áramlik a sok külföldi élelmiszer, nem tudnak vele a gazdák versenyezni, tönkretették az élelmiszerfeldolgozást, leszorították mesterségesen a felvásárlási árakat, és ezért kerülnek olyan helyzetbe, hogy kénytelenek eladni a földjüket. Jávor úr, már csak láttam, hogy szorgalmasan jegyzettel, tehát hogyha bármi ehhez kapcsolatban eszébe jutott, vagy kezdhetjük ott, hogy akkor mi az, amit önök másként csinálnának. Hát természetesen sok minden eszembe jutott itt az elhangzottak kapcsolatban, ezek nagyon jól hangzó szlogenek, amik mellé nem lehet tényeket társítani. Tehát az, hogy 60-80 ezer forintért dolgoznak emberek Magyarországon, ez nagy átlagban a magyar tulajdonú cégeknél alacsonyabb bérekért dolgoznak az emberek, mint a külföldi tulajdonú cégeknél. Tehát nem a külföldiek zsákmányolják ki a magyarokat, sajnálatosan az a hírem, hogy a magyarok pontosan úgy kizsákmányolják a magyarokat, mint amennyire a külföldi cégek
cégek, vagy még jobban. Ennek az oka a magyar gazdaság szerkezetében van, amelyben a mostani Fidesz kormány egyébként éppen abba az irányba halad, hogy egy ilyen alacsony hozzáadott értékű összeszerelő üzemé alakítsa át Magyarországot. A rémes munkajogi védelem, illetve ennek a hiánya, ez természetesen megvan, de ennek nem az unió az oka, kezicsókolom, hanem ennek a magyar munkatörvénykönyve az oka, amit ez a kormány egyébként még a korábbi nem túl erős munkajogi védelemhez képest is gyengített. Úgyhogy nagyon jól hangzik, hogy itt a külföldi gyarmatosítók hogyan teszik tönkre a magyarokat, meg a magyar munkavállalókat, de a helyzet az, hogy a magyar munkavállalók az esetek többségében a saját magyar kormányuk, vagy a saját magyar oligarcháik áldozata, ahogy a földügyekben is a Simicska nyerges klán viszi el az állami földtulajdonbérleti szerződéseket. Tehát nincs szükségünk sajnálatos módon külföldi gyarmatosítókra ahhoz, hogy ki legyenek fosztva és ki legyenek zsákmányok. Hölgyem, uram, ez egy vita, tessenek vitatkozni. Nem tisztáztuk a játékszabályokat az elején. A magyar kormányok képesek megcsinálni, és sajnos meg is csinálják. És abban, hogy ez ne így legyen, abban viszont Európának lehetne szerepe, ha jól használnánk az európai lehetőségeket, hogyha úgy alakítanánk át Európát, hogy a munkajogi védelem, a szolidáris Európa, a jóléti állam európai modellje Magyarországon ne leépüljön, hanem felépüljön. Ehhez az európai pénzeket fel lehet használni, ehhez az európai partnereket lehet használni. Erre lenne szükség, és ez csak Európában lehet. Hogy mondjam, hogy már az úgynevezett rendszerváltás pillanatától kezdve Magyarország ugye a politikusok döntéseinek a következtében következetesen készült az Európai Uniós csatlakozásra. És első pillanat ugye a társulási szerződés csatlakozási folyamattól kezdve ugye tudatosan akadályozták az önálló magyar gazdaságnak a kiépülését. De miért tetszik azt mondani, hogy a politikusok döntése, hát hiszen ennek az országnak polgárai szavaztak úgy, hogy hát, igen, 2003-ban volt egy mondjuk maga a demokrácia is, mint közös európai érték úgy alakult Magyarországon, hogy például ott tartunk most, ahol tartunk, lásd ezt a választást, ahol folyamatosan köpésgétről van szó, folyamatosan kém ügyről van szó, én tematikus sajtótájékoztatókat tartok emberjogi kérdésekről, földkérdésről, munkavállalók jogairól, női jogokról, nemzeti önrendelkezésről, és az újságírókat egyszerűen semmi más nem érdekli, csak ezek a szenzációk, és az emberek nincsenek olyan helyzetben, hogy valódi demokráciáról beszélhessünk, hogy tényleges szabad választásról beszéljünk a szó korszerű értelmében, hogy információkhoz jussanak az emberek, mert a politikusok saját magukkal vannak elfoglalva, meg az egymással való személyeskedő örjöngésekkel, ahelyett, hogy a valódi emberek valódi problémáival foglalkozzanak. És a valódi emberek valódi problémái pedig egyenesen visszavezethetők arra, hogy ugye a tőke szabad áramlása, az áruk, szolgáltatások szabad áramlása első pillanattól kezdve parancs volt Magyarországnak, amikor még volt gyárunk, volt üzemünk, voltak termelőszövetkezeteink, amiket nyilván nem kellett volna úgy megtartani, de át lehetett volna alakítani európai típusú szövetkezetté. Föl kellett volna tenni a kérdést a rendszerváltáskor, hogy miből fognak megélni az magyar emberek. Nem venném meg Jávor Benedek kenyerét, de a köpés ügy is, meg a melyiket említette, a másikat, a kémügyet. Hát ezt nem a sajtó generálta, könyörgöm, tehát de ez hát a politikából jön. Jó, hát a köpés ugye az van Nyugat-Európában is, meg az Egyesült Államokban is leköpnek politikusokat, vagy paradicsommal megdobálják, vagy tojással megdobálják, és akkor azt helyi értékén kezelik, de nem egy választási időszakban 8 napon vagy 9 napon keresztül folyamatosan azzal foglalkozik a sajtó, mert ez aránytévesztés, arról nem beszélve, hogy a nem tudom, hogy egy demokráciában egy politikus miért ennyivel értékesebb, mint engedtessék egy átlag meg nekem, ember, hogy azt mondjam, hogy szerintem a magyar sajtó nem végzi rosszabbul a munkáját, mint a magyar politikusok, de Jávor Benedek már többször. Hát ez nem egy kemény verseny, alacsony a létszerkesztő. Nagy örömmel hallom, hogy a Jobbik a jövőben a különböző populista és demagóg rágalom hadjáratok helyett a tartalmi és szakmai vitákra fogja helyezni a hangsúlyt, mert eddig éppen a Jobbik járt élen abban, hogy ilyen típusú különböző személyeskedő, dehonestáló ügyeket generáljanak emberek körül, és ezekben én ezt a 4 évig hallgattam 4 évig a parlamentben a mellettem ülő jobbikos képviselőket elképesztő személyeskedő vitákban, úgyhogy én ennek nagy örömmel állok elében, hogy a következő években a Jobbik ezek szerint tartalmi ügyekben kíván a jövőben vitázni. Azonban ezek az ügyek, ahogy hallottuk, ezek nem generált ügyek. Ezek nem azért vannak, mert itt sajtó valamit csinál. Itt konkrétan mondjuk Kovács Béla ügyében egy olyan
gyanú fogalmazódott meg, ami példátlan ami a magyar demokrácia 2,5 évtizedes történetében. Egyébként Kovács úrnak az életútja az az eddigiekben is, bár ilyen bizonyíték nem volt eddig rá, vagy ilyen gyanú nem merült fel, hogy konkrétan kémkedik, de őt az Európai Unió intézményeiben egy Gazprom és orosz lobbistaként kezelik. Őről mindenki azt gondolja, hogy ezeket az érdekeket képviseli, hogy ennek van-e intézményesült formája vagy sem, ez nem az én dolgom, hogy ezt eldöntsem, itt az ügyészség majd elvégzi a nyomozást és megállapítja, hogy vádemelést követően a bíróság megállapítja, hogy ez megáll-e vagy sem. De azt látjuk, hogy a Jobbik, amelyik soha nem rejtette véka alá az Oroszország iránti elkötelezettségét és az orosz-magyar barátság erősítésének a szándékát, az úgy tűnik, hogy egyértelműen ebben a választási helyzetben, amikor Brüsszel és Moszkva között kell választani, akkor a moszkvai irányt választja. Aztán a magyar irányt választja, nem, és ebben jelentősen eltér önöktől. Például, hogy akár az LMP-től és más pártoktól, hogy kifejezetten hogy a magyar országban képviseli. És magyar emberekben pontosan ez bizonyosodott be, hogy nem erről van szó. Önök nagy hangon beszélnek magyar érdekekről, de a valóságban a képviselőjük Brüsszelben nem a magyar érdekeket képviseli minden jel szerint. És mert a magyar érdek és az Európai Unió intézményeinek az érdeke ön szerint 100%-osan fedi egymást. Én azt tartom már eleve egy hazaárulásnak, hogy hogy került a magyar büntető törvénykönyve, és azon belül is az állam elleni bűncselekmények közé a hazaárulással egy sorba az Európai Unió intézményei elleni hírszerzés. Az Európai Unió az a közösség, amihez Magyarország önként egyébként népszavazáson megerősítve csatlakozott. Nem önként, ennek hanem hazugságokkal és csalással, mert az 50%-os küszöbötlenítés biztonságpolitikai önvédelme, az szerintem egy teljesen védhető és legitim érv. A Jobbik nem titkoltan ennek a közösségnek az elhagyását tartja szükségesnek Magyarország számára. Abban az esetben, hogyha a termőföldünket nem tudjuk számos esetben nyilatkoztak a Jobbik képviselői, mert palesztinok nem leszünk az Európai Unió képviselői. Ez mit jelent, hogy palesztinok nem leszünk az EU? Ezt olyan sokszor mondja, és én ezt nem értem. Mit jelent, hogy nem leszünk? Hát akkor nem beszélt még palesztin emberrel. Ugyanaz a modell volt, a megszállók mesterségesen leszorították a felvásárlási árakat, ki kellett vágni a narancsültetvényeket, utána próbáltak zöldséget ültetni, ott is leszorították. Azt, a felvásárlási árakat, és aztán a földet kellett eladni. Palesztina névadói, a filiszteusok, a ma ott élő palesztinoknak sem vérségi, sem vallási, sem nyelvi, sem genetikai közük nincs a filiszteusokhoz. Ez és szerintem nincs a saját nagyon... földjükhöz, ez ugye, nagyon... amit elvettek tőlük. Ezt annyi... majd egy másik műsorban beszéljük meg, jó? Ez, jó, oké, okay, de hát szerintem... ez történelmi, akkor én ezért nem értettem ezt. De óriási különbség van az összes többi párt és a Jobbik felfogása között abban, hogy mi azt mondjuk, hogy semmilyen körülmények között, tehát nem csak spekulációs célra nem, hanem egy talpalatnyi magyar földet nem akarunk külföldi kézben látni. Ez egy alapvető különbség. Itt kezdődnek a magyar érdekek képviselete, vagy a nem magyar érdekek képviselete. Tehát számomra döbbenetes módon még a ártatlan báránykának tűnő öko, nem tudom én milyen LMP is, Kerek Perec megmondja, hogy neki teljesen mindegy, hogy dán gazda műveli azt a földet, vagy magyar, vagy osztrák. Oké, magyar föld ne legyen külföldi kézben, de mondjuk magyar... Tessék, bocsánat. Igen, csak ez azért én hozzátenném, hogy engem egy pillanatig nem nyugtat meg, hogyha az a helyi falu környéki, település környéki föld, az egy magyar spekulatív oligarha kezében ebben teljesen van. Egyetértünk. Tehát attól semmivel se leszünk jobb helyzetben, hogy magyar oligarchák rabolják le ezeket a földeket. Olyan szabályozásra van szükség, és ezt meg lehet csinálni az Európai Unióban. Erre van Dániában, Franciaországban példa, hogy a helyi közösség érdemi beleszólással rendelkezzen abba, hogy a helyi földet hogyan hasznosítják, és kiknek a tulajdonába kerülhet. Hát ezért nagyon remek, hogy az alulról szerveződő gazdatanácsok most elkezdtek működni. Szükség, nem pedig arra, hogy itt arról hablatyoljunk, hogy a magyar föld kinek a kezébe kerül, a magyar földet. Ne haragudjon, magyar oligarchák, magyar oligarchák, úgyhogy nem mondja ezt, hogy hablatyolok, tenni, jó? Tehát semmivel nem jobban hablatyolok, mint ön. Ön is egy szakember, én is egy szakember vagyok, tehát tiszteljük meg egymást, jó? És akkor az oligarcha kérdéssel kapcsolatban pedig annyit szeretnék mondani, hogy a jelenlegi fősodratú politikából egyenesen következik ez a jelenség, amire képviselőtársam panaszkodik, és amiben teljesen egyetértek vele, hogy tudnélik a
modell úgy néz ki, hogy van a politikai hatalom, amivel szervesen összeépül a gazdasági hatalom, és a politika nem arról szól, hogy a valódi emberek valódi problémáit minél jobban próbálják megoldani, hanem arról, hogy a pajtások, a csókosok egymás között hogyan osztogatják a pénzeket, magyar pénzeket, Európai Uniós pénzeket és a hatalmat. Ebből van az embereknek tökéletesen elegük, abból a modellből, hogy a gazdasági hatalom megrendeli, a politikai hatalom végrehajtja, a sajtó pedig eladja az emberek számára, mert hogy ez folyik Magyarországon, és nem baloldal és jobboldal áll egymással szemben most már. Hát legalábbis az a sajtó, amit én feltételezem arra gondol, amit kormánypárti sajtónak szokás hívni. Ugyanúgy viselkednek önök is, mint a kormánypárt, tehát semmiféle fékek ellensúlyok rendszerét nem látom. Tehát most például én személyesen tapasztalom ezekben a szerintem tényleg érdekes, tematikus sajtótájékoztatókban, ahol bemutatom úgy, mint ahogy egy demokráciában, Európában egy választási kampányban kellene, az eddigi 5 éves munkámat, felszólalásaimat, bizonyos elméleti összefüggéseket mondom ilyen kérdésekről, hogy munkavállalójogok, termőföld, nemzeti önrendelkezés, stb. És elmondom a jövőképemet ezzel kapcsolatban, és várom, hogy ugyanúgy kergessenek a mikrofonnal, meg a szeretévesztés lenne kamerával, részemről, ha én kezdenék el most önnel vitatkozni. Látom, de hogy teljesen jogász emberként mennyire gyűlölné, hogyha a politika elkezdene beleszólni abba, hogy milyen ítéleteket hoznak a bíróságok. Ugye elfogadhatatlan lenne. Most igen. Pedig arról beszél, hogy valamiféle magatartást várna el a sajtótól, aminek azt nagyon helyesen azt mondta, hogy a fékek. Iránt. Majd a sajtó tudja, hogy mi iránt érdeklődik. Hát tehát, hogy szerintem, igen, a szerintem nem kéne. A meg a Béla ügy után érdeklődik, és nem pedig azok iránt a kérdések okay, iránt, szerintem amik megfogják a következő 5 évben határozni a magyar emberek sorsát. Másodrendű kérdés itt ma este a sajtó. Én szerintem pedig a sajtószabadság kérdése nagyon is fontos kérdés, mert ugye magukat liberálisnak való pártoknak is. Akkor ne tessék politikusként beleszólni abba, hogy a sajtó mit kérdez. Majd a sajtó megkérdezi azt, ami a feladata. Ez egy eléggé feudális felfogás, szerkesztő úr, úgyhogy meg vagyok lepve ezen, hogy a nyilván liberálisnak válja magát, és közben ilyen feudális módon gondolkodik. Hogy a politika ne szóljon bele abba, hogy az újságírók mit kérdeznek. Egy politikus beleszólhatna abba szerintem, és az emberek is beleszólhatnának, hogy valódi információt juttassanak el az emberek számára. És az a valódi információ, amit a politikus valódi információnak tart. Amit tényszerűen bemutat, hogy ezt csináltuk az elmúlt 5 évben, ez a tervünk, és legyen felkészült az újságíró ezeken a területeken, amik Magyarország számára ennyire fontosak, és értelmes jó, kérdéseket tegyen föl. Én ezt most elengedem. És én ezt nem tapasztalom. Nem önnél, ön nyilván más jelenlévők mindig kivételek, de a sajtószabadsággal nagy baj van. Nem, igen, csak a szavába vágtunk, elnézést, ne haragudjon. De mehetünk, igen, mehetünk tovább akár abba az irányba, hogy mit gondolnak, hogy hogyan tudják képviselni Magyarország érdekeit az Európai Parlamentben. Ugye van már egy létező gyakorlat, és van egy reménybeli pozíció, hogy mi az a pozíció, amit szeretnének elfoglalni Brüsszelben. Az Együtt PM Európa politikája teljesen világos és egyértelmű. Mi Magyarország számára megkérdőjelezhetetlenül a jövőt Európában látjuk. Azt gondoljuk, hogy Magyarország sikerének az áloga az az uniós tagság. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ez az unió számos problémával küzd, amelyekre nem találta meg a hatékony és optimális megoldást, a válságkezeléstől kezdve a perifériás országok leszakadásán keresztül a jövedelem különbségekig. Egyszerűen nem sikerült az elmúlt években hatékony, jó válaszokat adni ezekre a problémákra. Tehát mi azt szeretnénk Brüsszelben képviselni, és én személy szerint is azt tekintem a legfontosabb feladatomnak Brüsszelben, hogyha a választók bizalmából ebbe a helyzetbe kerülök, hogy egyrészt köteleződjünk el világosan és egyértelműen Európa mellett, és dolgozzunk azon, hogy ez az Európai Unió úgy alakuljon át, hogy érzékenyebben tudja reagálni a tagállamok sokszínű problémáira, azokra a sajátos versenyképességi, hatékonyság, termelékenységbeli strukturális nehézségekre, amelyekkel ezek az országok küzdenek, és abban segítse őket, hogy végbe mehessen a valós gazdasági felzárkózás, és hogy végbe mehessen ezzel párhuzamos egy jövedelmi felzárkózás is. Elfogadhatatlan szerintünk az, hogy miközben a magyar GDP az uniós átlag 2/3 körül van, a közben a bérek alig haladják meg az európai átlag 1/3. Ebben a kérdésben vannak azonosságok, mert ugye ezzel kezdte képviselni. Olyan ebben... rá is kérdezek, hogy támogatnátok-e azt. Én szeretnék kidolgozni egy olyan EU-s normát, amelyik kimondja, hogy ugyanaz a cég az Európai Unión belül a különböző országokban nem alkalmazhat szélsőségesen különböző munkabéreket, illetőleg munka
feltételeket, mert ez a diszkrimináció általános tilalmába ütközik. Tudnátok ebben együttműködni? Abban, mert hogy nagyon itt lenne az ideje annak is, hogy ne csak egymást lenyomni próbáljuk, hanem megszületik a nagy koalíció itt és most. Azért nem látok túl sok esélyt, de én abban... Meggondolom, hogy a nemzeti érdekek mentén hajlandóak lennétek együttműködni. Nem fogok másképp szavazni az Európai Parlamentben azért, mert a Jobbik így vagy úgy szavaz, de azokat az érdekeket, azokat a programokat fogom képviselni, amelyet a mi választóink és az én pártom fogalmaz meg. Például azt gondolom, hogy a munkahelyi konfrontatív stílusból van elegük a magyar embereknek, mert nem kedves értik, Krisztina, hogy én is végighallgattam önt elég hosszan, azt kérem, hogy ön is tegye meg ezt velem, ahogy az Európában szokás. Jó, köszönöm szépen. Tehát én azt szeretném elérni, hogy például a munkajogi védelem az erősödjön meg, és ebben európai együttműködése van szükség. Talán ebben egyetértünk, hogy Európában valóban ne egy mélybe tartó verseny folyjon az egyre gyengébb munkajogi szabályozás, környezeti szabályozás tekintetében, hanem az EU abban segítsen és abban működjön közre, hogy legyen egy olyan minimum, ami alá nem lehet lemenni, és ami nem engedi meg, hogy a munkavállalók olyan végtelen kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek, amilyenben Magyarországon sokszor kerüljenek. És olyan gazdasági felzárkóztatási programokra van szükség, amelyik úgy alakítja át a magyar gazdaságot, hogy magasabb hozzáadott értékű termelési folyamatokat hozzanak Magyarországra, vagy a magyar vállalkozók indítsanak itt. Ez fog hozzásegíteni ahhoz, hogy a magyar jövedelmek elinduljanak fölfelé, és fölzárkózzanak az európai béreken. 10 éve vagyunk tagjai az Európai Uniónak, 25 éve tart a csatlakozási folyamat, és ennek pont az ellenkezője történik. Egyre inkább menetelünk a harmadik világ irányában. A magyar GDP ez alatt a 10 év alatt körülbelül 30%-kal növekedett. Nem fetisizálnám a GDP adatokat, és természetesen a társadalom belül különbségek növekedése, ami elsősorban a magyar kormányok hibás politikájának a következménye, az mindenképpen egy súlyos jel, de Magyarországnak volt egy gazdasági növekedési útja, ami egyenlőtlenül oszlott szét a társadalmon belül. Ennek nem az unió az oka, az uniót éppen arra lehetne használni, hogy gátat vessünk ennek a folyamatnak, és hozzásegítsük Magyarországot ahhoz, hogy ezekre a problémákra valóban haték és jó megoldások. Ne haragudjanak, sajnos itt a vége. Kérem, ez egy informatív vita volt, elrepült az idő. Volt, de pénteken a fideszes képviselőt. Pénteken folytassuk, itt lesznek. Ebben is egyetértünk. Itt lesznek, pénteken, itt lesznek. Rendben, ma önök vagy a pártjaké. Egy nyílt levelet, remélem, hogy arra reagálva ő is el fog jönni. Hogyha elintézi nekünk, akkor próbálkozom, rajta vagyok az ügyön. Itt szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az ATV biztosít helyszínt és élő közvetítést az EP listavezetők vitájának. Pénteken 18 órától kezdődik a műsor. Biztos vagyok benne, hogy az is egy érdekes vita lesz. Számítok a figyelmükre. Minden jót, viszontlátásra. Köszönöm szépen önöknek. Köszönöm.